Egy nagy hello mindenkinek, az én nevem Bitpro und Kirby Superstar. Na jó, marhára régen volt felvétel, ismételten. Durván 3 hét. És igazából azt sem tudom, hogy hol tartunk és miről beszéltem eddig. Annyit tudok, hogy kincskeresés van vadul, de... Arra is emlékszem, hogy sokat szerencsétlenkedtem a múltkor, és volt jó néhány félbe... Hoppá, ez aranyos volt. Volt néhány félbe harapott mondat, amikért elnézést is kérek. Van egy pár ilyen alkalom, amikor már kifolyok a szavakból. Jó, az én szókincsem nem valami sokoldalú. De pont ezért van a YouTube-ozás, hogy ezen próbálok változtatni. Jó, honnan a YouTube-ozás nem a szókincsemet fogja fejleszteni, hanem a beszédkészségemet. Mert az se ártana. Na, ezt egészen látványosan oldottam meg így jojóval. Na, a jojó az jó. Csak sebezhető. Na ez mi? Uha, arra a bombára arra nem szabad... nem szabad bántani. Sőt, emlékszem is, van egy hely, ahova szükségem lesz a hammerre. De sokba kerül. Szóval szükségem lesz a hammerre, ha jól emlékszek. Jó. Chip damage nem számít. Még jó, hogy ez a ágyú, ez ilyen, tényleg ilyen chip damage-nek számít, és hogyha a jó így nekem segít, hogy az ő támadása az elég erős ahhoz, hogy semlegesítse, gyakorlatilag eltüntesse az útból az ágyúgolyókat. Ami tök király, amúgy. Itt lehet taktikázni. Gyakorlatilag az ilyen gyenge képességeket, gyenge támadásokat, ami nem lézer, meg ilyesmi, azokat így egy ütéssel így el lehet távolítani. Na jó, jó-jót most hagyom. Hoppá, megmenekült. A cutterre szerintem már nincsen szükségem. Bár arra emlékszem, hogy azt hogy nyomta oda le. Az viszont szemét dolog volt. Azt nem tudom igazából, hogy a cutterre van szükségem, mert emlékszem rá, hogy szerencsétlenkedtem egyik kincsnél, ahol így kombinálni kellett a stone-t, meg a... Hát nem pont a cutter, hanem egy olyan ability-t, ami van neki egy vágószer száma. De lehet, hogy azt már megcsináltam, hogyha megcsináltam, akkor marhára örülök neki. Mert még nem vágtam meg a régi videókat, csak emlékszek rájuk, meg belenéztem így az elejébe. Az eleje az jó, mármint a Kirby sorozatnak. Nem is tudom igazából, hogy a jövőben hogyan... Ez mit csinál? Cutter repül. Egy repülős isak. Tényleg ez a cutter tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen harcos páncéljának a sisakja. Várjunk csak, hammerre már nincsen szükségem. El is dobom. Fire-re annál inkább. Megpörköltem. A tűz győzi a tüzet, ezt mindenki tudja. Hoppá! Akkor te mész ide, én kinyitom a ládát. Ugye szerintem be se kell mutatnom, hogy ez a teknős páncél honnan származik. És akkor én kérem ezt. Suplex. Fasza. Ez jó, jó rambók leszünk. Ja igen, érdekes módon azért váltottam helperre, mert ő az egyetlen, aki tüzet tud használni a víz alatt, és csak
ezen az egy helyen van ez a nagyon bullshit puzzle rész, hogy a tűz az, azt Kirby nem tudja használni a víz alatt, mert jó, vannak olyan abilitik, amiket tud használni, például a kard, vagy a kalapács, de például a kokáért, a tüzet az speciál nem tudja. De alapjáraton, hogyha vízbe vagyunk és támadunk, akkor ilyen buborékokat fúj. Szóval ilyen... Szóval ja, buborékokat fúj. Mint a Suplexnél is most. Itt is ilyen... Hát nem tudom, hogy buborék ez... Nyomja a vizet. Szóval, hogy a helper miért képes erre, hogy víz alatt tudja használni a képességét, azt... Hát... Jóos kérdés. Főleg a tüzet, hogyha... Én nem láttam még vízben tüzet. Lehet, hogy... Kémia, nekem nem voltak valami érdekesek a kémia órák, főleg elmélet volt. Annyira kísérleteztünk, hogy magnéziumot égettünk, az csőváz. Az meg egyszer volt érdekes, hogy úristen kísérlet, már szarrá élveztük magunkat, hogy úristen, ott kísérletezünk egyszer az életben, nem veszük a mit tudom én milyen kovalens kötés, meg ilyen francokat, amikre marhára szükségem lesz majd az életben. Jó, lesznek emberek, akiknek használni fogják. De nekem speckó marhára nem érdekelt engem a kémia. Főleg akkor vagyok gázban, amikor már a tanárt sem érdekli a kémia, pedig ő a tanár. Na mindegy, nem minősítek senkit, mert a tanárok jó fejek. Jó, ezzel hazudok mondjuk. Tisztelt a kivételnek, persze. Aki nem köcsög. Ó, megvan az összes kincs ezen a részen. Az nagyon jó. Ó, hát ez... Persze, hogy megsebződök. Akkor csináljuk azt, hogy... Hol járok idővel most? Várjatok egy picit. Hoppá. 7 perc. Jó, rendben van. Na, mindjárt 8. Akkor bőségesen belefér. Nem tudom igazából, hogy mikről nem beszéltem még, ami körvis. Mert nagy vonalakban kitárgyaltam, a helper az most miért megy visszafele, az... Az az érzésem, hogy a helpernek mennie kell. Kár, hogy csak így lehet megoldani, a Superstar Ultrában ennél sokkal jobban meg van csinálva az egész. Jézusom, de sokan vagytok. Gyere csak, hogy? Wintertime. Hát most inkább Springtime van nálam itt élőben idő szerint. Jó, már... Úristen. Ez a Suplex, ez nagyon veszélyes. Ja igen, itt van megint egy kis puzzle rész, hogy itt fúj a szél, és oda nem lehet bemenni, mikor ott van az egyik kincs. És a három ability közül kell választani egyet, amivel sikerül bejutnunk oda, a szeles részre. Hát igen, a ninjának ez a lefele nyomom és támadok képesség, ez a tipikus ninjás dive kick. Hogyha angolosan szeretném kiejteni. Ó, és mentés. Az jó, az kell nekem. Akkor... Nem állítom le a felvételt, akkor csapatjuk tovább. Hogyha már idáig eljutottam. Mert már ez a vége lesz. Ez már a barlangnak az utolsó részlege. Hoppá! Ez nagyon úgy nézett ki, mintha lefinkta volna. Most komolyan. Így megfordul, azt így lefingja. Na. Kérem.
ezt a ládát, ezt én internet segítsége nélkül én nem találtam volna meg ebben az életben. Én nem tudtam soha, hogy oda le lehet menni. Na jó, te Jet leszel, figyeld meg. Gyere, gyere ide! Jó, a helper. Baszott hülye. Három ilyen kilövő cuccos van. Nézzük akkor az elsőt. Hát ez nem segített. Ó, bakker. Ó, oké, így is meg tudom oldani. Meg jó, hogy Kirby így ability nélkül nem használhatatlan. Haló, helper. Nekem csak azt az egyet kell meggyújtani. Tudod mit, akkor ne segítsél. Mert pont, hogy a rakétának a tűzével lehet meggyújtani. Meg jó, hogy vannak ezek az ability-k, amiknek ilyen alternatív megoldásokat nyújtanak. Például a cutter, meg a sword, hogy azokkal lehet vágni. Na. Aha, akkor csak ez kell, és az nem kell. És tűzetesében, bazd meg, nem tudok beszélni megint. Szóval a tűz esetében, akkor vagy simán fire-t használunk, vagy ezt a jetet esetleg. Más igazából nem is jut eszembe most így hirtelen. Az egészet kirobbantotta, az fasza. És akkor ez maradt már csak. Jaj ne, ez a felhős részt nem szeretem. Mégpedig azért, mert... De tudom, hogy van egy rész, szóval azért nem szeretem ezt a felhőset, mert be kell menni a felhőbe, szóval... Ez egy labirintus rész igazából. Van itt ez a rész, amit a jet nélkül nem tudunk kiütni. Na, hát... Nem pont így gondoltam. Vagy az csak alulra megy? Na, bazd meg, ez így marhára nem lesz jó. Oké, és oké, akkor nem jettel. Azt hittem, hogy a jet az jó lesz erre a célra. De legalábbis úgy emlékeztem, hogy régen működött ez. Lehet, hogy van valami más ability is? Hoppá. Föl lehet jönni, tök fasza. Ó, itt versenyzés lesz az idővel. Hogyha ezt az ability-t látjátok és lehet ezt csinálni, akkor értelemszerűen rögtön... És ez nagyon ki van centízve ez a rész itt. Na, kérem a jutalmat. Fasza, kaptunk egy kereket. Nem is kerül sokba. Basszus. Kinyírom ezt a villit, és akkor elveszem a kerekét. Hát. Ez mondjuk szemét dolog. Nem tudom, akkor a villivel kéne megcsinálni? Nem tudom, hogy melyik az az ability, ami így... tudnám... Hoppá! Hoppá, ez működött, ennek örülök. Köszönöm szépen a segítséget, most már hagyjál békén. Akkor mehetünk is vissza, mert még itt vannak még, csak a... Külön azt a részt kellett előbb megcsinálnom. Na most, basszus, most melyik? Bal vagy jobb? Hát nyilván ez a jobb. Na, ennyi. Ó, egy kis Donkey Kong referencia. Fasza. Jó lenne tudni, hogy mennyi kincs van még. Hát, van még egy pár. De közelítünk most a 60-hoz. Ramia... Fasza.
nem tudom igazából, hogy az a kincs az mire utal, vagy az csak simán ilyen kis apróság. Az jó, hogy a, és hát nem jó, hanem, de mondjuk jónak is fel lehet fogni, hogy a Kirby Superstar Ultrában teljesen más kincsek vannak. Na itt most a nyakamat rá, hogy itt van valami kincs. Na jó, akkor egyenként. Na hajj, ne szívassam el. A Superstar Ultrában annyival jobban van megoldva ez a kincskeresős rész. Gyakorlatilag a Wingnek a szárnyával ezeket a blokkokat, szóval repülés közben a szárnyával csapkod, és azzal lehetne, nem mondd, hogy nincs itt kincs. Na bazd meg. Szóval a szárnyával képes elpusztítani azokat a téglákat, vagy blokkokat, vagy mi a francnak hívjam őket. És ebben a játékban meg látjátok, nem lehet. És nem is tudom igazából, hogy mennyi... Hoppá, ott fönn van valami. A Warp Star az nem kell nekünk most, mert az visszadob az utolsó mentési pontra. Na itt mi van? És itt most... Igen. Van ott lent valami igazából? Ja, jó, oké. Élet, hát az most már nekem marhára nem kell, mert az utolsó bosst azt meg tudom csinálni halál nélkül. Hogyha már egyszer a arénát meg tudtam csinálni. Ó, bazd meg, ez váratlanul ért. Igen, mert van egy olyan játékmód, vagyis később lesz egy olyan játékmód, aminek az a neve, hogy Arena. És ott a régebbi bosszokat kell lenyomnunk újra. Az a túloldalon van? Hogy ott már voltam egyébként? Tök jó, kinek teszem fel ezeket a kérdéseket? Végül is saját magamnak, szóval... Még mindig nem szoktam meg ezt a magamban beszélek témát. Most szivatsz engem? Ez kajak szivat engem. Ó, jó, nem voltam ott. Csak... Aha, értem, értem. Szemetek vagyunk mi. Jaj, nem. Ez így nem lesz jó. Oké. Így esnek le az égből a csillagok, és ilyen blokkokká alakulnak. Ne kérdezzétek, hogy miért. És azt hogy? Jó, tudod mit? Akkor így csinálom. Ennyi. Kirby ma önmagában bedesz már, hogy ő ilyeneket tud csinálni. És akkor mehetünk a Warp Star-ra elméletileg. Itt több kincs nem is lesz. Jó, messzire megyünk igazából. És akkor mennyi kincs maradt még? 6 darab. Jó van. Az már tényleg nem sok. Jézusom! Ez nagyon olyan karakter, mint a Super Mario-ban a Book, azok a szellemek. Hogyha megfordulsz, akkor így megijednek tőled, azt elbújnak. Nagyon súlyik igazából. Csak itt ezek még agresszívebbek. Na várjunk, szóval csináljam. Itt van valami amúgy? Jó, nehogy a végzetembe menjek, azt így levessem magamat a szakadékba. Ja, most basztam el az ability-t, akkor jó. Legalább látjátok, hogy Kirbyvel hogy kéne megoldani az ilyen pici bosszokat. Hát, pont nem így.
Igazából, hogyha... Akkor csak ezekkel a bogarakkal lehet megsebezni, mi? Hát ez így lassú lesz. Aj, azt hittem, hogy meg tudom így oldani. Az mekkora dodge volt, a jó Isten! Nem szabad hagyni, hogy megfogjon minket, mert akkor gyakorlatilag meghaltunk. Ami persze nem igaz, csak hát a majdnem a fele életerőnket leviszi. Na jó van. Én nem itt akarok meghalni. Szétbasztok. Ki lett taposva bele? Jaj! Oké. Megúsztam. Oké, oda az ability. Én is mindjárt meghalok. Ezzel a tempóval. Bazd meg. Hagynom kellett volna, hogy beessen a vízbe. Jó, legalább a cuccaim azok megmaradtak. Ennyire kegyes a játék legalább. És újra lenyomom azt a bosszt, hát az most... Nem olyan nagy gáz. Ez a... ágyúból kilövős tudsz, annyira nincsen megoldva ebben a játékban. Pedig a Donkey Kong Country-ban ez működött. Most legalább tudom, hogy hogy kell legyőzni. Hát... pont nem így akartam. Aj, már megint olyan szép dodge-olást mutatsz te. Hát ez nem igaz. Ez direkt csinálja. Ja, igen, az már megvan. Csak a suplex kell. És ne dögöljek meg. Jó. Oj, de szép. Az landolás volt. Jaj, nem. Nekem, ha jól emlékszem, arra a bombára szükségem van. Annyira tudják, hogy... Elveszítettem megint a... Na jó van, bazd meg. A paradicsom, az nagyon jó. A paradicsom, az mindig életmentő. Tök jó, mindenki megmurdál odalent, csak a... Az a Globus golyó, nem? Ez jó nagy falat volt. Jó lenne, hogyha vége lenne már ennek a Great Cave-nek, mert már idegesít. Mert hosszú távon ez a kincskeresés, ez már tényleg fárasztó. És... nem tudom, mit csinálok. Ja igen, most fog kelleni. Ezt a gombnyitogatós témát egyszer ezt már elsütöttük. Hogy? Ori Halkon. Hát az meg mi a franc? Anyway, pedig sokat ér. Minden sokat ér ebben a kurva világban. Ahogy tényleg ez... A Kirby-nek a univerzuma marhára agresszív. Így minden, ami él és mozog, arra vár, hogy megessen téged vacsorára. Megeszik és kiszarnak semmi perc alatt ezek a cukik is valamik. Na jó, és most nyomok egy mentést.
Hoppá. Nem így. Ja, tomátot később kapok. Na jó van, akkor köszönöm szépen mindenkinek. Várjunk csak. Úristen, jó van, 25 perc, elég lesz. Na, köszönöm szépen mindenkinek, sziasztok!